Na sziasztok, skacok, köszöntök mindenkit itt a legújabb tech videóban, és most egy egeret hoztam el nektek, ugyanis egér videó még gyakorlatilag nincsen a csatornán, úgyhogy itt az ideje. A Rampage egyébként megkeresett azzal, hogy mutassak be pár terméket, és kiválasztottam igazából három darab terméket, amit meg fogunk majd nézni, ezek majd külön videóban lesznek. Mai nap a Rampage-nek a Hole Professional Gaming Mouse-áról, tehát az egeréről lesz szó, ezt fogjuk megnézni a mai napon. Egyébként, csak hogy egy kicsit előrébb menjek, pont itt van nálam kéznél. Van nálam egy Rampage Kentauros egér, amit szintén még választottam. Ez is egy makrózható egér, eléggé érdekes. Nézzétek majd meg a csatornát, mert pár napon belül majd ez a videó is ki fog jönni. Illetve lesz még egy fejhallgatós videó, ahol két fejhallgatót fog bemutatni. Az egyik egy videóban, ez a Rampage-nek a 40Y-ja, ami egy 5.1-es, bocsánat, 7.1-es fejhallgató. Illetve a Rampage-nek az Alpha X fejhallgatója, ami szintén 7.1-es fejhallgató. Ezeknek a termékeknek egyébként, amiket be fogok most mutatni, igazából azért esett rá a választásom, mert baromi olcsóak és elég jó minőségűek az árához képest nyilvánvalóan. Árérték arányban abszolút megfelelő termék, és abszolút megfelelő arra, hogy az én tech sorozatomat ezekkel folytassam. Tudjátok, én szoktam olyan videókat csinálni, amik nem feltétlenül nagyon-nagyon best price durva kategória, hanem inkább az árérték arány, mert nyilvánvalóan nem mindenkinek van arra esetlegesen pénze, vagy nem mindenki szeretne csiliárdokat költeni. Ezek a tesztek gyakorlatilag azért készülnek, hogy ezeket megnézzük, és a lehető legjobb árérték arányú terméket megnézzük a piacon. Na, szóval, Rampage Hole. Azért választottam ezt az egeret igazából, mert szép. Nem csak azért választottam, mert szép, de egyébként tényleg szép. Az ára ennek az egérnek, nem fogok betenni cégeket igazából, úgyhogy néztem egy ilyen tóligot, 6000 és mondjuk 7500 forint értékű ez az egér, szóval nem ez a nagyon-nagyon drága egérről beszélünk, viszont csomó mindent tudom, mi hasznos lehet a gamingre, egyébként ki is fogjuk majd próbálni, és hát mivel próbálnánk ki, hanem a Fortnite-tal, úgyhogy majd meg is fogjuk ezt nézni. Szóval így a fontosabb dolgokat elmondani erről az egérről, és utána mindjárt ki is fogjuk nyitni. Az egyik az, hogy 16,8 millió színben tudod állítani az egeret, viszont ez már elő fogom menni ide az egeret, mert ez sokkal jobb, remélem, hogy fogjátok látni. Hát elég durva. És egyébként tényleg jól néz ki. A fogása egyébként én szerintem, azt kell, hogy mondjam, hogy kifogástalan. De tényleg, nagyon-nagyon jó fogása van, és az anyag használata sem az a nagyon-nagyon elütő gagyi anyag. Nekem ez volt egyébként a kellemes meglepetés benne. Nem mondod meg ránézésre erre, hogy ez egy 7000 forintos egér. Tényleg nem mondod meg. Megfelelő nehézségű, ami azért is fontos igazából, mert a különböző rántásoknál, és most nem a tojásra gondolok, hanem arra, hogy így nagyon-nagyon gyorsan húzod el az egeret. Nagyon fontos, hogy legyen az egérnek egy természetes jó kis súlya, ami alapján ugye tudod használni, és így érzed magát az egeret. Szerintem ez ennél az egérnél megvan. Ami nekem nagyon-nagyon fontos, a világításon kívül, mert este nagyon durván néz ki, tényleg nagyon durván néz ki. Szóval a lényeg az, hogy van itt két oldalsó gombja, ami nekem azért nagyon-nagyon fontos, mert én ezeket a gombokat nagyon sokat használom. Nem csak a játékokban például Fortnite-ban én gyakorlatilag csak egérrel építek, de ezt szerintem már tudjátok. Azon kívül pedig a Windows-ban és egyéb alkalmatosságoknál is nagyon jó, hogyha vannak egyébként oldalsó gombjai, illetve van egy nagyon jó kis görgője, ami szintén állítható színű. Ha már itt a színnél tartunk, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, az egész egér körbe állítható színű. Tehát meg tudod mondani, hogy látod a különböző ledeket, látod, rengeteg led van benne így körbe-körbe. Ezeket egyesével meg tudod adni, hogy milyen színűk legyen. Be tudjátok azt állítani, hogy melyik led hogyan világítson, milyen színnel. Nagyon-nagyon jó és nagyon-nagyon egyszerű használni, és mindent be tudsz rajta. Tehát itt, ami itt van fönt, itt világít, azt is be tudod állítani, illetve körbe, ha jól emlékszem, akkor három led van oldalamként, mind a három-három színt be tudod rajta kapcsolni, és különböző színűvé tudod varázsolni. Az alja, egyébként vannak beprogramozott színek már, így néz ki egyébként az alja, két gomb van rajta, az egyik az a DPI állító, amiről már mindjárt beszélek, a másik pedig a szín. Ugye be tudsz rajta állítani különböző színeket, amit fogod, és egy gombnyomással át tudod változtatni. Látod? Most például ilyen villogós okosságban van, most átnyomom, most így mennek körbe-körbe a színek. Azt hiszem van benne egyszínű is talán, most lehet, hogy most van kikapcsolva, mert hogy ki is lehet kapcsolni a világítást.
Most van egy egyszínű, ez egy kék, nem tudom, hogy mennyire látjátok, de be lehet állítani az egészet egyszínűre is. Tehát be tudod azt is állítani, hogy rengeteg színben pompázzon az egered, menjen ide-oda, vibráljon, forogjon, mozogjon, bármit be tudsz rajta állítani, ami szerintem elég jó. A másik fontos dolog, az pedig a DPI állító. Ha jól emlékszem, akkor 2600 DPI-ja maxa, de mindjárt megnézzük. Bocs, haha, 6400 DPI-ja maximuma, amit szintén programon belül be tudsz ráállítani. És ami egyébként nekem nagyon-nagyon megtetszett, és amiért azt mondtam, hogy ezt az egeret mindenképpen látnotok kell, az pedig a makró. A makró, nem tudom, hogy mennyien tudjátok, de biztos, hogy sokan, azért elmondom, arról szól, hogy egy gombnyomással különböző cselekvéseket tudsz végrehajtani. Tehát például van neked ez a gombod, mondjuk az oldalsó, és be tudod például állítani azt, hogy egyszerre lőjön, guggoljon és fusson tovább az ember. Ezt mindegy gombnyomásra. Tehát ő ezt megnyomod ezt a gombot, és a cselekvést azt ő meg fogja csinálni. Mondok egy másik példát. Van például a Cségóban volt régebben ez a bunny hop-szerű, amikor tudjátok, egyszerre kellett a space-t és az guggolást nyomni, és akkor egyszer csak így ugrott egyet, vagy ilyen bunny hop-szerűség volt. Nagyon sokan makrózták azt is, de lehet például cselekvés sorozatokat, tehát például World of Warcraft, különböző spelleket szeretnél egyszer elnyomni. Tudod azt, hogy te mondjuk a, nem tudom én, most nagyon okos leszek, mondjuk a Flashlight, talán van olyan, azt hiszem a Paladinnak a healje, utána nyomsz egy másikat, meg egy másikat, meg egy másikat, és ezt egy gombnyomásra neked el tudja gyakorlatilag nyomni egymás után. Szóval rengeteg lehetőség van arra, hogy kihasználd ezt az egeret. A teljes neve az egy Model SMX-R50-es egér. Azt nem tudom, hogy ez most lézerese, vagy pedig... Na, kiderítettem, elméletileg nem vagyok benne 100%-ig biztos, de ez egy optikai egér, talán. És egy professional e-sport mouse, tehát a Rampage ezeket a termékeket, amiket itt mutattam és mutatni is fogok, ezeket az e-sportra tervezte kihozni. És egyébként szerintem első körben ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés ezzel kapcsolatban, hogy akkor rátérnek. Mostanában már minden ugye a gamingről szól, nagyon sok cég szeretne beszállni, nagyon sok cég szeretne vele foglalkozni, és különböző olyan termékeket gyártani, amik az e-sportra használatosak. Ebből is látszik, az e-sport egyébként egy valódi dolog. Egyébként így néz ki a belseje, semmi extra, benne volt ugye az egér, volt benne egy ilyen kis használati utasítás, de egyébként egy nagyon szimpatikus kis dobozkáról van szó, ami nincsen túltolva, viszont rengeteg információ rajta van, mint például itt az oldalán, hogy milyen kábele van, a program egyébként, hogy néz ki a programja, illetve az egérnek a különböző cuccairól van szó. 6400 DPI-os DPI Fast Pass in Motion. Amiről nem beszéltünk még, az a kábelezése. Szóval a kábelezése az a Jobbik fajta. Nem ez a gumírozott, hanem a, hogy hívják, szövet. Full szövet az egész kábel. És itt, ami probléma szokott lenni itt az egérnél, ez a csonk, ez itt le van gumírozva és meg van erősítve, ami szintén nagyon-nagyon jó dolog, mert azért itt eléggé problémások szokott lenni a dolog, főleg azoknál az embereknél, akik szeretik ráncigálni az egeret különböző halálok után, vagy tépkedni, vagy dobálni, úgyhogy eléggé strapabírónak tűnik. Ennyit szerettem volna nagyjából elmondani az egérről. Végeztem a játékkal, játszottam még egyébként egy párat, és nagyon-nagyon jó, tehát meglepően jó az egér. A rántásokat, igazából a mozgásokat nagyon jól követi, építeni nagyon könnyű vele, és hát láthattátok egyébként, szóval abszolút használható a cucc. Hát figyelj, ennyi, ez a 6-7000 forint meg egyszerűen ajándék. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülök neki, hogy sikerült végre egy olyan egeret találni, ami tényleg egy bemutatható kategória, és tényleg értelmes, és abszolút teljes vászélességgel tudom ajánlani, mert tényleg jó egyébként. Abban a kategóriában, amiből van, abszolút jó. Fogok még nézni egyébként ebben a kategóriában egereket, mert szerintem érdemes, mert biztos vagy benne, hogy érdekelne titeket, de ez abszolút megállta a helyét így első körben. Makrótól kezdve oldalsó gombokon át, nagyon színes, szagos, állítható, saját szoftvere van, szóval nagyon igényesen meg van csinálva, kábele is remek. Úgyhogy én mindenféleképpen ajánlom ezt a terméket. Hogyha kíváncsiak vagytok a következő videókra, ahol ezt a Kenta úrt, illetve a másik két fejhallgatót fogjuk megnézni, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, ne felejtsetek el bekövetni a Jusudévés Instagramot, és ne felejtsetek el dobni egy lájkot se, jó? Nem sokára jövök vissza, addig is jók lehetek, vigyázzatok magatokra, én köszönöm szépen a figyelmet, Jusu voltam, sziasztok!